Sziasztok! Mindjárt itt van a következő frissítés, és azt hiszem illene beszélni erről a High Stakes eventről, illetve mi lesz a következő frissítésben. Frissítés valószínűleg holnap, vagyis kedden jön, de az se kizárt, hogy átcsúszik szerdára. Nos, a frissítés legfontosabb dolga a High Stakes, maga az egész event, amivel jön egy új LTM, a The Gateway. Valószínűleg ez egy bankrablós LTM lesz, nem tudom, hogy fog ez kinézni. Ha minden igaz, ma este több információ lesz róla, illetve gameplay. Hoz magával egy új skint, Wildcard. Ugyebár ez egy legendary lesz valószínűleg, és item shopos, szóval nem ingyen kapjuk meg, challenge-el sajnos. Viszont lesz a High Stakes Challenge, amivel azt a jobb oldali graffitit, illetve azt a feszítővas csákányt lehet feloldani. Nem olyan rossz az szerintem ingyen. Na nézzük ezt a Wildcard skint. Ugyebár ez állítható a maszkja, négyféle logó lehet rajta. Igazából ez biztos, hogy legendary lesz, 2000 V-Bucks a shopban. Ő lesz hozzá egy backbling. A Cuffed Case, ez egy ilyen bőrönt, gondolom viszi el a pénzt vele, ez a backbling. És itt van ugyebár a glidere, a Safecracker, amivel maga a pénzt viszi el a safe-en keresztül. Menő. Egy kis érdekesség, a most bejött Starter Pack 3-as Ace skin ugyanabban a setbe tartozik, mint a Wildcard, ugyebár ez a Getaway Gangs, szóval biztos, hogy lesz közük egymáshoz. A frissítés hoz magával egy új itemet, a Grappling Hookot. Valószínűleg a bankrabláshoz lesz köze, vagy nem tudom, hogy ez mit fog takarni, lehet, hogy építés nélkül fel tudjuk magunkat húzni a háztetőre, szóval nagyon érdekes lesz ez a fegyver. Ma este erről is le fog hullani a lepel. Tegnap előtt ugyebár jött az új dev update, YouTube-on ugyebár a Fortnite rakta ki, hogy mik várhatok a következő frissítésben, és rengeteg utalást tett a jövőbe kapcsolatban, mint változtatások, úgyhogy nézzük is meg őket. Itt ugyebár a Tilted Tower csata van, éppen bemutatja az Epic, hogy pusztítani fog a vihar, aki nem tudná, olyan lesz, hogy a legkisebb kör van, akkor belülül a vihar, a kör, és elpusztítja az építményeinket körbe. Úgy ugyebár látszódik a háttérben, hogy ami épült már régóta a Tilted Towers-ben az épület, az már felépül, és valami halbolt lesz valószínűleg, mert ott van egy hal a falon. Látszólag ünnepség is lesz, mert tali van Luffy-val, illetve ugyebár a vörös szallag, amit át kell majd vágni. Rengeteg minden változni fog. Gondolok itt erre, a lámát gyorsabban szét lehet verni, illetve az itemek ritkosságban is változni fog. Például a C4 Rare-ből átmegy Epic-be, illetve például az USP lehet kapni most már Rare-be, kékbe is. Illetve ha találunk Boogie Bombot, akkor nem egyet fog adni, hanem kettőt. És az egyik legfontosabb, hogy a nagy shieldekből most már 3-at tudunk stackelni, szóval nem kell elhagyogatni a nagy shieldet, mert nincs helyünk. Szóval ez egy nagyon jó újítás. Illetve ennek a videó végén nézzétek csak a viking hajó, mintha nem lenne ott, és nem is tudom, mintha valami nagy épület lenne a viking hajó helyen. Vagy csak én látom úgy? Írjátok meg kommentben. Lehetséges, hogy a Crazy Castle lesz az. És egy másik fontos dolog, a revolvert ki fogják venni a játékból, nem örökre, valószínűleg buffolni akarják, vagy tesztelgetni, szóval vissza fog kerülni még jobb állapotban. És vajon mi lehet a Cloaked Star skinnel? Mert ugyebár már jön az új update, és általában az összes skin végig szokott durni az item shopban az új update-ig, és a Cloaked Star még sehol nincs, és ugyebár most jött be a Hippie Pack, ami két napig megint bent lesz, és ő még nem volt bent sehol. Lehet gondolkoztam arra, hogy lehet, hogy ha ingyenes lesz a Save the World, akkor kapja meg mindenki, akinek eddig megvolt ajándékként, vagy esetleg valami challengehez lesz köze, vagy Season 6-hoz, az is lehetséges, mert ugyebár a storyhoz volt köze az előző seasonben, a Save the World-ben, szóval biztos, hogy valami nagy, akarnak valamit csinálni, valami fontosabbat. A kocka jelenleg Rizigrove mellett van, és a második rúnáját pakolgatja le, ugyanúgy antigravitációs búra van körülötte, szóval ez nem változott semmit. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit akar, annyi biztos, hogy egy másik rúna van alatta. Ugyebár ennek teljesen máshogy néz ki, mint az előző, de jelentését még eddig senki se tudja, továbbra se, szóval erre nagy rejtély van. Ha minden igaz, ezenken kívül már csak 5 rúna van, lehetséges, hogy körbe pakolja az egész szigetet, és a legvégén meg egyet középre rak, és valami történni fog. Mindenki küldte ezt a teóriát, hogy Tilted Towernak az alaprajza jön ki a rúnákból,
De szerintem ez hülyeség, hisz össze-vissza beúzgálták a vonalakat, meg beforgatták, meg átszerkeztették. Szerintem ennek ne higgyetek, ez hülyeség. Nem hiszem, hogy az Epic Tilted Tower bántani akarná, hisz most épült fel egy épület, könyörgöm. Na ennyi lett van ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, vagy kövessetek be Facebookon, Twitchen, ahol akartok, csak csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, hiszen ott is van már 1800 tag. A nyereményjátékra továbbra is várom a videókat szeretettel, eddig mindegyiket láttam. És remélem, hogy holnap jön az update, mert akkor egyből egy csapatási videó, az új skin leak-ek, illetve kiderül a week, a week 9-nek a loading screenje, amihez a kockához lesz köze, végre lezárul a sztori, erre nagyon kíváncsi leszek. Köszi, hogy megnéztétek! Sziasztok!